A székesfehérvári közösségi és kulturális központban pénteken este nagy érdeklődés mellett nyílt meg a SZICZ alkotócsoport Emberi Természet című fotókiállítása. A tárlat különlegessége, hogy az alkotócsoport tagjai a Képzőművészeti Egyetem fotográfia tanszékének hallgatói, különböző egyetemeken már szereztek egy vagy több diplomát. Most azonban a vizuális kultúra a fotográfia rejtelmeiben kívánnak megmerítkezni. A kivételes művészi alkotásokat Petnendi Szabó Péter a Budapesti Metropolitan Egyetem adjunktusa ajánlotta a látogatók figyelmébe. Soha ennyi fényképet nem csináltak a világon, mint ma. 10 000 számra másodpercenként készülnek a fényképek, vagy a fényképnek tűnő felületek. Az, mikor egy művészeti szándékú, a fotóban, mint médiumban gondolkodó emberek alkotta alkotócsoportnak a kiállításán vagyunk, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy vajon azok a képek, amit mi magunk is a hétköznapokon készítünk, vajon mennyire tudatos folyamat eredményei. Minden esetre a hetek Erdei Levente, Éles Balázs, Lantos Zsuzsanna, Munyé Noémi, Sastinszki Dániel, Vanek Virág és Zai Viktória bizonyították el hivatottságukat. Az alkotásokból összeállított tárlat meg annyi különleges képpel erősítette meg tehetségüket, és éltek a bizalommal, amit megerősít névválasztásuk is, hiszen a SZICZ az elültetett magokra utal, amelyek idővel ki tudja, hová fejlődnek majd. Több szakmából jöttek a kiállítók, grafikus van köztük, lakberendező, matematikus, tehát nagyon szerteágazó, hogy ki mivel foglalkozik. Ők most kezdték el az egyetemet, nem olyan régen, a Képzőművészeti Egyetem fotószakját, és most erre az alkalomra készítettek fotókat. A tárlat november 4-éig látogatható a ház nyitva tartási idejében, hétfőtől péntekig, reggel 8 és este 8 óra között.